szépen. Szóval szeretettel üdvözöllek benneteket, Megyeri Jonatán vagyok, itt az Új Budai Zsinagógában. És az a megtiszteltetésért most már sokadik éve, hogy vendégül láthatjuk a Szent Imre Gimnázium 12. osztályát. Jól sejtem? Szent Imre Gimnázium is 12. osztály, jó? Nem csak úgy betévedtetek ide valahonnan. És az volna a feladat, hogy beszéljünk egy kicsit a zsidóságról, azt hiszem. És akkor én valahogy úgy képzeltem el ezt a mai napot, ezt a 50 percet, amit együtt fogunk tölteni, hogy beszélek egy kicsit, vagy mesélek egy kicsit, és akkor utána pedig, ha erre van a részletekről nyitottság, akkor szeretném, hogyha kérdeznétek minden olyasmit, amit valaha meg akartatok kérdezni egy élő és gyakorló zsidótól, de eddig nem volt rá lehetőségetek, vagy valami hasonló. Bármilyen kérdés jöhet, a legmeredekebb kérdéseket is. Azt szeretem a legjobban, úgyhogy tényleg minden kérdésre nagyon-nagyon szívesen válaszolnék, és hát az sokkal izgalmasabb, mint hogyha én monoton itt beszélek nektek. Nos, a zsidóság annyiban különbözik talán, sok mindenben különbözik a másik két nagy monoteista vallástól, hogy a zsidóság nem egy vallás. Hogy nem csak egy vallás, hanem egy részről egy nép. A zsidó nép tulajdonképpen rokoni kapcsolatban van egymással. Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai vagyunk. Másrészről egy nemzet, főként amíg volt saját országa a Szentföldön, Izraelben. Most van saját állama a zsidó népnek, de ez 2000 évig nem volt így. És harmadrészt egy vallás. És tulajdonképpen ezzel a kérdéssel, hogy a zsidóság vallás, nép vagy nemzet, ezzel a kérdéssel filozófusok, zsidók és nem zsidók egyaránt most már évszázadok, évezredek óta foglalkoznak. És hát a válasz az minden bizonnyal az, hogy mindegyik, egy kicsit mindegyik. Tehát nép is, vallás is és nemzet is. De ahogy egy 11. századi vagy 10. századi Babilóniában élt zsidó rabbi, bölcs, gondolkodó megfogalmazta, Szádia Gaonnak hívták, azt mondta, hogy a zsidóságot a Tóra teszi, tehát a vallás teszi tulajdonképpen nemzetté és néppé. Az összekötő kapocs, a habarcs, ami összeköti a zsidóságot, az a vallása, a hite. Annak dacára, hogy van rokoni kapcsolat, de valójában ezt a rokoni kapcsolatot a hit alapozza meg, és abban a tekintetben is igaza van, hogy ha nem hiszem el, amit a Biblia történetként prezentál, akkor nagyon nehéz megvédeni azt, mondjuk egy szekuláris vagy nem hívő embernek, hogy tulajdonképpen mit is jelent számára a zsidóság, és ő ugyan miért zsidó azon túl, hogy a szülei zsidók voltak és az ő szülei zsidók voltak, de tulajdonképpen tartalmat ennek a kifejezésnek, hogy zsidó, valójában tényleg a vallás ad. Ez persze nem azt jelenti, hogy a világ összes zsidója vallásos volna, sajnos. A helyzet az, hogy él a világon körülbelül 14 millió zsidó, ami nem is olyan sok, azt hiszem, ahhoz képest, hogy milyen nagy zaj csapunk, és milyen sokat lehet zsidókról olvasni, szóval nincs tulajdonképpen nap, bármilyen országban élsz a világon, hogy kinyissad a híroldalakat, hogy régebben az újságokat, és ne lenne a címlapon, vagy az újságban valami zsidóhoz köthető, zsidósághoz, zsidókhoz, Izraelhez köthető hír, és nem mindig pozitív sajnos. De van a világon 14 millió zsidó, de ebből a vallását gyakorlók csak egy kis százalék, nem tudom pontosan, hogy hány százalék, de mégiscsak egy kis százalék. A vallását szigorúan gyakorlók, tehát ortodox zsidók, mint amilyen jó magam vagyok, talán 1-2 millió ember a 14-ből. Tehát a zsidóság egy nép, egy vallás és egy nemzet, és tulajdonképpen ez a hit teszi a zsidóságot, mármint a vallása teszi a zsidóságot különlegessé, és ami a vallásában különleges, mondjuk a másik nagy monoteista vallásokhoz képest, és főleg a kereszténységhez képest, bár ez nem egy összehasonlítás és nem verseny, természetesen az, hogy a zsidóság sokkal nagyobb hangsúlyt helyez, vagy azt kell mondjam, hogy nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati cselekedetekre, az életvitelre, a törvények, a bibliai törvények betartására, nagyon nagy hangsúlyt fejez, olykor még nagyobb hangsúlyt fejez, vagy hangsúlyt helyez, mint a hitre magára. Gondolván, vagy mondván, hogy a hit az nagyon fontos,
és természetesen az mindennek az elindítója, de nem az igazán fontos, hogy az ember miben hisz, vagy hogy mennyire hisz. Sokkal fontosabb az, hogy a hite milyen módon nyilvánul meg, és milyen gyakorlati cselekedeteket végez, milyen életvitelt él. Ugye, éppen most nézem másodszor, de lehet, hogy harmadszorra éjszakánként az HBO Maxon a Sopranos című gangster drámát, amit gondolom a fiúk mind láttak már, lehet, hogy a lányok is. És ugye hát ott lehet látni egyébként gyakorló katolikus ember, aki egyébként minden gond nélkül mafiózó. Na nem, mintha a zsidónál nem lett volna ilyen mondjuk a 20-as években Amerikában, de mégiscsak ugye nagyon az emberi agy az képes arra, hogy külön rekeszekbe helyezze azt, hogy mi az, amiben hisz, és aztán ahhoz képest milyen életvitelt él. A Talmud azt mondja egy helyen, hogy a tolvaj azért imádkozik, hogy ne kapják el. Ami ugye egy teljes képtelenség, ugye, mert hogy éppen lop, éppen egy Istennek nem tetsző cselekedetet hajt végre, és azért imádkozik, hogy ne kapják el, de az emberi elme az képes ilyen dolgokra, hogy külön válassza ezeket a, ugye valahogy ezeket a dolgokat, ugye, hogy azért imádkozzon, hogy ne kapjanak rajta a hazugságon. De hát hazugság az csúnya dolog, nem kéne hazudni, ugye? Hogy várhatod el Istentől, hogy egy olyan dologról ne kapjon rajta valaki, az a másik ember, ami egyébként Isten számára nem tetsző, de mégis az ember erre képes, és én nem állítom, hogy Isten nem áll néha-néha az ember oldalára, de a dolog abszurditására szeretném felhívni a figyelmet. Szóval a zsidóság nagyon sok, vagy nagyon nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati parancsolatokra, a Biblia parancsolataira, a Tóra parancsolataira. A Tóra egyébként maga Mózes öt könyve, tehát a Biblia első öt könyve, ez maga a Tóra törvényt jelent héberül, de általánosságban, amikor azt mondjuk, hogy Tóra, akkor nem csak Mózes öt könyvére gondolunk, hanem a teljes vallásjogra, a teljes Bibliára, a teljes rabbinikus irodalomra, amelyben nagyon-nagyon szép száma van, és erről röviden engedjetek meg annyit, hogy a zsidó hit alapját, tehát ez Mózes öt könyve képezi, ami a zsidó hit szerint Isten szava szó szerint, Mózes fölment a Sinai hegyre a kinyilatkoztatáskor, és megkapta ezt a könyvet, ezt a szöveget, leírta, Isten diktált, Mózes pedig leírta, mint egy titkár, szó szerint, betűről betűre, tehát Mózes öt könyvének, legalábbis az eredeti héber változata, itt van az eredeti héber változata, az Isten szava szó szerint. Betűről betűre is, annak minden betűje ennek megfelelően szent, és nem cserélhető, és nem változtatható, és értelmezéseknek ugyan ad teret, de mégis bent kell maradjon valamiféle hagyományos értelmezési keretben. Ez tehát a Tóra, amit Mózes kapott a Sinai-hegyen, illetve ezen fölül vannak a Biblia könyvei, amelyeket talán ismertek, az ószövetségi Biblia könyvek, egyébként kevesebb, mint amennyi a keresztény ószövetségben szerepel. Tehát érdekes módon a keresztény ószövetség könyvei mind zsidó könyvek, ugye mind zsidósággal kapcsolatos zsidó írások, de nem mindegyikük van benne a zsidó Bibliában. Van, amelyik kirekedt vagy kívül maradt a zsidó Biblián, úgynevezett apokrif könyv, és közben meg része a keresztény ószövetségnek. Például, mit tudom én, a Judit könyve, vagy a Makabeusok könyve, ami egy abszolút héber zsidó könyv, de nem képezi a héber Biblia részét. És hát és a Biblia egyéb könyvein túl pedig vannak rabbinikus könyvek, a hagyomány szerint, amikor Mózes a Sinai-hegyen volt 40 napig, akkor, és Isten megtanította neki a Tórát, amit Mózes leírt, tehát Mózes öt könyvét, akkor ehhez adott szóbeli használatú utasításokat. Ez nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy Isten megmagyarázta Mózesnek, hogy miként kell a Biblia törvényeit érteni, mert önmagukban nehezen vagy egyáltalán nem érthetők a bibliai törvények, és később ez az úgynevezett szóbeli tan, ez a szóbeli hagyomány, amit Mózesnek tanított Isten a Sinai-hegyen is nem került leírásra, ez 1800 évvel később leírásra került, persze nem szó szerint, és nem pont abban a formában, hiszen eladdig szó szájhagyomány útján terjedt mesterről tanítványra, rabbiról tanítványra, apáról fiúra, anyáról fiúra, és ezért 1800 év alatt
képzelhetitek, hogy egy társadalomban ez az információ mennyiség mekkorára duzzad, dolgok elvesznek belőle, dolgok hozzákerülnek, és később ez leírásra került, ahogy említettem, és rendszerezésre került, ezt úgy hívjuk, hogy a misna, és a misnából nő ki, vagy fejlődik ki a misna magyarázata, a Talmud, ami tulajdonképpen a rabbinikus judaizmus alapja, annak a judaizmusnak, annak a zsidóságnak az alapja, amelyet ma is gyakorolunk. A hagyomány szerint tehát a Talmud azt próbálja rekonstruálni, és azt próbálja értelmezni, amelyet azt a tanítást, amelyet Isten adott Mózesnek a Szinájhegyen. Mert hogy a Biblia önmagában nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem értelmezhető, hogy mondtam, akármelyik parancsolatot is vesszük az Ószövetségből, olyanokat is akár, amelyeket ismertek, mondjuk a 10 parancsolat parancsolatai, ha belegondoltok önmagukban, nem igen értelmezhetők. Például, mikor azt mondja Isten, hogy ne ölj. Ugye ez egy nagyon nehezen érthető parancsolat, és magyarázatra szorul, mert persze ti már a 21. században, 2000 év zsidó keresztény kultúrkörében felnőve is ez a génjeinkbe beivódva már tudjuk, hogy mit jelent az, hogy ne ölj. Ugye azt jelenti valószínűleg, hogy tilos gyilkolni. De hogyha te egy újszülött csecsemő vagy, aki történetesen értelmes és beszéli a nyelvet, és megkérdezik, hogy vajon mit jelent az, hogy ne ölj, akkor lehet, hogy számodra ez egyszerűen nem értelmezhető, ugye? Mert mit jelent az, hogy ne ölj? Ne öljek meg egy szúnyogot, ha rám száll? Vagy ne öljek meg egy csirkét, ha meg akarom enni? Vagy ne öljek meg valakit, aki rám támad egy késsel? Azt nem ölhetem meg önvédelemből? Mit jelent az, hogy ne ölj? Ugye ez egy önmagában nehezen értelmezhető. Ehhez szükség van egyfajta narratívára, egyfajta magyarázatra, egyfajta kommentára, hogy mit jelent az, hogy ne ölj, vagy mit jelent az, hogy ne lopj, vagy mit jelent az, hogy tiszteld az apádat és az anyádat. Mik a szülői tisztelet, például ezt a példát, vagy mik a szülői tisztelet korlátai, mik a határai, meddig tart és honnan kezdődik. Kell-e tisztelnem egy olyan apát, kell-e tisztelni egy gyereknek, egy olyan szülőt, aki bántalmazza a gyereket, aki abuzálja a gyereket. Aki, én nem tudom, most nem akarok horroristikus képeket festeni, ugye? És ezek a kérdések, ezek jogos kérdések, és egyáltalán miben merül ki a szülői tisztelet, és meddig tart? Vajon föl kell adnom-e az életemet a szüleim életéért? Ugye van egy embernek elegendő víz a sivatagban, ketten vagyunk két ember megy, a fickó meg az anyukája, akkor kell-e szülői tiszteletből átadni az édesanyjának a vizet? Ugye ezek mind nagyon fontos és gyakorlati kérdések, és ezért tehát azt mondom, a Biblia önmagában, vagy a tórai törvények önmagában nem értelmezhetők, és ezért van szükség a szóbeli tanra, ami tulajdonképpen a zsidóság alapját képezi, tehát a zsidó vallásgyakorlás, vagy inkább nem is úgy mondanám, hogy vallásgyakorlás, a zsidó életvitel az a Tóra 10 parancsolataira korlátozódik, tehát a Tóra parancsolatait kell betartani annak megfelelő értelmezése szerint, és az, hogy ezeket miképpen kell értelmezni, és az, hogy a modern világ által felkínált újabb és újabb kihívásokra milyen válaszokat adunk, ezért ezen dolgoznak ma is a rabbik minden egyes alkalommal, mert mindig az élet mindig hoz új szituációkat, új helyzeteket, amelyeket bele kell illeszteni, a zsidóság az precedens jogon alapul, és ezért meg kell találni a hozzá legközelebbi korábbi precedenst, hogy az ember döntést tudjon hozni egy adott kérdésben, legyen ez, én nem tudom, abortusz, vagy legyen ez, én nem tudom, LMBTQ aktivizmus, jó, csak ilyen mai példákat mondjak, ezek mind olyan dolgok, amelyekre prompt válaszokat kell adni, és ezek a válaszok a különböző rabbik esetleg eltérő irányból válaszolhatják meg ezeket, de nagyjából a keretrendszer az nagyjából hasonló. És a zsidóságban egy zsidó ember, egy hagyományőrző zsidó ember, úgy hívjuk, hogy ortodox zsidó ember, tehát a vallási törvényeket szigorúan megtartó zsidó embernek, az élete minden percét a vallási törvények megtartása keretrendszerében tölti. Szabályunk van arra, hogy hogyan kell fölkelni, egészen odáig, hogy hogyan kell lefeküdni, és még arra is, hogy hogyan kell aludni. Erre mind törvényeink vannak. Törvényeink, szokásaink vannak, hogy hogyan kell befűzni a cipőnket, hogyan kell körmöt vágni, és mikor nem szabad körmöt vágni.
egész, tehát csak azért mondok ilyen nagyon triviális vagy egyszerű apró példákat, hogy érzékeltessem, mit szabad ennünk, meg mit nem szabad ennünk, és mikor szabad enni, hogy szabad szexuális életet élnünk, vagy hogy nem szabad szexuális életet élnünk. Ezekre mind törvények és szabályok vannak, hogy hogyan viselkedünk az üzleti életben, mármint a pénzkereseti életben, vagy hogy mit és hogyan tanuljunk, és így tovább, és így tovább. Az élet minden területét lefedi. Ezért nem szeretem azt a kifejezést mondani, hogy zsidó vallás jobb, mert tulajdonképpen nem csak a vallás, mert nem csak a rituális életünket szabályozzák törvények, hanem az életünk minden területét. Polgárjog, büntetőjog, és egyáltalán az élet minden területe szabályozva van. Az ember mit csináljon, hogyan gondolkodjék, nem azt, hogy mit gondoljon, de azt, hogy hogyan gondoljon és milyen intencióval gondolkodjon, erre is vannak szabályok. Ez tulajdonképpen a judaizmus. Tehát ilyen tekintetben a másik két nagy monoteista vallástól drámaian eltér, és nagyon nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra. Milyen ruhákat viselünk, meg milyen ruhákat nem viselhetünk, egészen tényleg a legapróbb, az életünk legapróbb mozzanatái. Szemérmes viselkedés, szemérmes öltözködés, és így tovább. Ami a dolog teológiai részét illeti, ott pedig, az pedig tulajdonképpen abban foglalható össze, hogy a zsidóság egy Istenben hisz. Ez az első monoteista vallás, ugye a zsidóság, amely újra felfedezte a monoteizmust. Azért mondom, hogy újra felfedezte, mert az első zsidó, vagy hát az ősatyánk, az legelső ember, aki felfedezte a monoteizmust, Ábrahámnak hívták, ugye tőle származnak a zsidók, tőle származunk, mármint genetikailag is, ideológiailag pedig a nagy világvallások is ábrahámi vallásoknak nevezik magukat, mert Ábrahám volt az, aki újra felfedezte a monoteizmust, azt, hogy van egy Isten. Most Ábrahám a zsidó hagyomány szerint 1948 évvel a teremtés után született, és hát ugye tudjuk, ha olvassuk a Bibliát, hogy nem Ábrahám volt az első ember, aki tudta azt, hogy egy Isten van. Hát már Ádám is, a legelső teremtett ember is kommunikált Istennel. Ugye Isten mondta neki, hogy melyik gyümölcsből nem ehetsz, meg mit kell csinálni, meg mit nem lehet csinálni, ugye? Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek meg a földet. Tehát nyilvánvalóan ő is monoteista volt, vagy Ádám után, elnézést, 10 generációval Noé is monoteista volt, hát neki meg mondta Isten, hogy építsen bárkát, és így tovább, és így tovább. Noé után 10 generációban Ábrahám, valahogy Noé és Ábrahám között, ugye kipusztult az emberiség, tehát ez eleve egy petit malheur, ahogy mondják, kipusztult az emberiség, és Noéből épül újra az emberiség, de az új emberiség, ez valahogy elfelejti ezt az egyisten hitet, és Ábrahám lesz az, aki újra felfedezi egyisten hitet. De ami tulajdonképpen a zsidóság novuma, és Ábrahám novuma, és akkor itt ezzel be is fejezem a hosszú bevezetőt, ami tulajdonképpen Ábrahám novuma és a zsidóság novuma, az nem is, éppen ezért nem is az egyisten hit önmagában. Mert ahogy mondtam, hát hiszen Noé is hitt egy Istenben, sőt a Talmud azt mondja, és a kommentárok, a rabbik, a bölcseink azt mondják, hogy az egyisten hit az nem kunst. Ha valakinek van egy kis sütnivalója, ha valakiben van egy kis intellektuális kíváncsiság, akkor magától is természetes módon rá fog jönni arra, hogy kell a világnak legyen egy teremtője. Tudom én, Stephen Hawking, aki nem volt zsidó egyébként, biztos hallottatok erről a híres tudósról, fizikusról, ha jól tudom, talán fizikus, meg mindenféle más dolog is, egy zseni volt. Ő maga is elismerte, hogy kell legyen a világnak egy teremtője, pedig ő azért elég sokat tudott a természetről, meg a természettudományokról. Mert egész egyszerűen, pusztán abból a tényből kiindulva, és Ábrahám nem ezt a logikát használta, vagy pontosabban nem gondolnám, hogy ezekkel a szavakkal használta ezt a logikát, de egyszerűen arról van szó, hogy minden dolognak, amit ismerünk a világon, van eleje, van kezdete. Tudjuk, hogy az univerzum, a világegyetem elkezdődött valamikor. Azt nem tudjuk pontosan, mikor kezdődött, ebben vita van, hogy 13,7 milliárd éve, vagy 14,1 milliárd éve, nem mint hogy olyan nagyon sokat számítana, de mégis, ugye ebben a tudósok folyamatosan vitatkoznak, és újabb bizonyítékok kerülnek elő különböző mérések alapján, hogy milyen régi az univerzum, de egy dologban mindenki egyetért, hogy van egy kezdete. És az, hogy mikor volt, az egy dolog, de van egy kezdete.
Az univerzumnak is, a Föld kialakulásának is van egy kezdete, a naprendszer kialakulásának, a napnak, a bolygóknak, mindennek van egy kezdete. Akkor kell legyen valami, ami a kezdetek előtt volt, ami elindítja mindennek a kezdetét. És ez a valami kell legyen az egy teremtő Isten. Az, hogy ő egy kell legyen, az is teljesen logikus, mert nem lehet kettő, mert ha kettő, akkor ki az, aki a másod, akkor az, hogyan jött létre az első, hogyan jött létre, miért jött létre egyszerre kettő? És az, aki létrejött, az nem szabadott, hogy létrejöjjön. Mert a Isten csak úgy értelmezhető logikailag, hogyha Istennek nincsen kezdete, Isten a téren és az időn felül áll. Kell legyen valami, ami Istennek hívjuk, egy erő, amelynek nincsen kezdete, amely mindent mozgásba hozott, amely mindent elkezdett. Amit úgy hívnak latinul, hogy ex nihilo, semmiből valamit teremteni, ugye mindannyian képesek vagyunk valamiből valami mást teremteni, ugye tudunk lisztből meg vízből kenyeret csinálni, de nem tudunk a semmiből valamit csinálni. Ezt csak Isten tudja, csak kell legyen valaki, aki tud ex nihilo, vagy héberül, hogy mondják, jesme ain, valaki valamiből, például semmiből valamit készíteni. Most tehát ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy zsidó exkluzív gondolat, és még csak, ahogy mondtam, nem is egy nagyon illogikus gondolat, hogy bárki ne jönne rá magától. Rájöttek a görög filozófusok régen, rájöttek a római filozófusok régen, az arab filozófusok régen, nem nagy kunszt. Amiben a zsidóság újat tudott nyújtani a világnak, igazán újat, azt tehát nem csak a monoteizmus először fedezte föl, hanem azt, és itt be is fejezem, amiről az előbb utaltam, hogy nem csak, hogy van egy Isten a világon, hanem ez az egy Isten, ez érdekelt és kifejezetten foglalkoztatja őt, hogy mi mit csinálunk ezen a Földön. Ez az igazán érdekes. Mert ha jobban belegondoltok, nem tudom, hogy szoktatok-e ilyeneken gondolkozni két Sopranos epizód között, de ha jobban belegondoltok, akkor tulajdonképpen mit érdekel engem, hogy van-e Isten, hogyha ezt az Istent nem érdekli, hogy én mit csinálok, vagy velem mi történik. Milyen relevanciával bír számomra egy olyan Isten, akit nem érdekel, hogy velem mi történik? Van Isten, nincs Isten, nem mindegy. Akkor kezd érdekessé válni a dolog, hogyha én érdekes vagyok számára. Ha én nem vagyok érdekes számára, akkor ő sem érdekes számomra, és ez nem valami latin szappanoperás, jó, hát hogyha őt sem érdekem, akkor engem sem érdekel ő, hanem tényleg nem érdekel. Mit érdekel? Az, hogy megteremtette Isten a világot, és hagyta, hogy működjön, vagy, és hagyja a mai napig, hogy működjön a maga, ugye az agnosztikusok ezt gondolják, hogy volt ugyan valaki, aki megteremtette a világot, felállította a természet keretrendszerét, és azon belül a dolgok működnek, tehát tulajdonképpen magára hagyta a világot, miután megteremtette. Nincs ezzel semmi baj, azon kívül, hogy mit érdekelne engem ez? Miért foglalkoznak? Az egész akkor válik izgalmassá, hogyha Isten számára én érdekes vagyok. Akkor válik szám, és hogyha Isten számára érdekes vagyok, ez is ez a zsidóság novuma, az, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, hanem kifejezetten érdekli, hogy mi van a világgal, és kifejezetten érdekli, mi van az emberiséggel, és nem csak, hogy mi van az emberiséggel, hanem mi van veled, és te mit csinálsz, és most mit csinálsz, és holnap mit fogsz csinálni, és mit gondolsz, és mit beszélsz, ez érdekli őt, és nem úgy ez érdekli őt, hanem ennél jobban semmi nem érdekli őt, mint hogy te mit csinálsz, hogyan gondolkodsz, és mit beszélsz. Semmi nem érdekli Istent ennél jobban. Ez a zsidó hozzáállás. Semmi nem érdekli Istent jobban annál, mint hogy te, meg én, mi mindannyian, egyenként és külön-külön, miként gondolkodunk, mit beszélünk, mit cselekszünk. Isten tökéletes, Istennek nincsen szüksége semmire, semmire nincsen Istennek szüksége, akkor miért teremtette az embert? Nyilvánvalóan azért, mert semmire ugyan nincs szüksége, de valakire van szüksége. Valaki az, ami Isten számára fontos, nem valami. Valami? Istennek semmi nem fontos. Ő egyedül volt azelőtt is, a teremtés előtt is egyedül volt, a teremtés után is egyedül van, mármint abban az értelemben, hogy ő egy maga, és minden Istenen belül értelmezhető, akkor mi szükség van az emberre? Semmi szükség nincsen az emberre, az a szükség az emberre, hogy valakire van szüksége Istennek. Gondolj bele, hogyha te vagy a világ leggazdagabb embere, te vagy Elon Musk, vagy Jeff Bezos, most már nem rád nézek, mert
De legyél te is Jeff Bezos, nem azért mondom. Te vagy Elon Musk és Jeff Bezos, és a tied az, és korlátlan mennyiségű pénzed van. Tényleg korlátlan, mert sok milliárd dollár, amit a dédunokáid se tudnak elkölteni. Jó? Bármid lehet. Képzeld el, hogy azt mondom neked, hogy figyelj, itt van egy olyan bankkártya, azt veszel rajta, amit akarsz életed végéig, jachtot, Bugattit, bármit, de nem oszthatod meg senkivel. Nem vihetsz a jachtodon senkit magadon kívül, nem mutathatod meg a házadat senkinek. Nem oszthatod meg senkivel az örömödet, a bánatodat, a vagyonodat, nem oszthatod meg senkivel. Nem lehet se feleséged, se gyereked, se barátaid, se ismerőséd, semmi, se haverok, semmi. Nagyon unalmas lesz egy idő után az a jachtozás. Egy nagyon rövid idő után. És ez nem valami negédes, ilyen régi módi duma. Tényleg így van. Ha nem oszthatod meg senkivel, akkor az egésznek nincsen semmi értelme. Hogyha Isten, már pedig ember, az embert, Isten az embert a saját képmására teremtette, az azt jelenti, hogy ha mi ilyenek vagyunk, akkor valószínűleg Isten is ilyen.